tudja, hány hordót is ütöttek csapra szombaton önmüncheni sörfözdékben, amikor a Bayern München foci csapata a Bundesliga győzelmét ünnepelte. Egy legény búcsú alkalmából rabnak költöztetett német vőlegénynek természetesen ez is sikerült. A Sörmúzeumban, ahol a füredi vendégeket végigvezették, már 700 éve is sört főztek. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen! Und es ist ein guter Morgen! Balatonfüred német testvérvárosa a Münchentől alig 20 kilométerre fekvő Germering vendégeként vezetett a küldöttség útja a Bajor fővárosba, a germeringiek meghívására. München 200 éves piacán a Viktualien Márton azt is megtudtuk, hogy az Ágoston rendiek kolostora, ahol máig a legfinomabb Bajor sört, az Augustinert főzik, először még a városfalakon kívül volt. Ugyanúgy, ahogy a színes forgatagú piac. Vendéglátón Germering főpolgármestere Andreas Haas, mint mindig, igen szívélyesen fogadta a füredi küldöttséget. Dr. Bóka István polgármestert, az önkormányzati testület tagjait, az iskolák és a sport és kulturális élet képviselőit. Ich denke, diese Partnerschaft ist wichtiger denn je. Ganz am Anfang, vor 29 Jahren war es etwas ganz Besonderes, diese Partnerschaft. Úgy látom, hogy a testvérvárosi kapcsolat fontosabb, mint valaha. Kezdetben 29 éve ez különleges volt a keleti és a nyugati politikai rendszer miatt. Most viszont Európa jövője szempontjából fontos a kapcsolat, Magyarország és Németország között, Balatonfüred és Germering között. Mert éreznünk kell, hogy mit jelent Európa. Európa valójában embereket, emberi viszonyokat jelent. Weil die Menschen müssen einfach spüren, was ja Europa bedeutet und Europa ist ein Europa der Menschen und drum ist eine solche Partnerschaft ganz wichtig auch in Zukunft. Ich denke, wir müssen darauf schauen, dass wir zunächst einmal das, was wir jetzt schon tun, unseren Austausch der Feuerwehren, der Kirchen. A már meglévő kapcsolatokat kell erősítenünk, mint például a tűzoltók, a templomi közösségek, a két közigazgatás között. És csak ezután érdemes újakat keresni, iskolaiakat például. A Germeringi Testvérvárosi Egyesület sajnos valóban megszűnt. Nem találtunk olyat az élére, aki ezt a felelősséget vállalná. De az a szép ebben, hogy most egy baráti társaság, Trumet asszony és Fuchs úr és a többiek gondoskodnak arról, hogy ez működjön. Und der Herr Fuchs und die Frau Trumet engagieren sich in diesem Bereich sehr. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Germering városháza tetejéről nem csak az Alpokat látni jól, de ráláttunk München tornyaira is. A város mint egy nagy szív működteti a környék vérkeringését. A 40 ezer fős Germering csak profitálhat ebből, véli Andreas Haas. Ich würde eher definieren als eine Stadt, in der sich's gut wohnen und leben lässt. Germeringet úgy határoznám meg, hogy egy város, ahol jól lehet élni és jól lakni. A nagy szomszéd München vonzásában élni nem könnyű, viszont München nélkül Germering sem volna olyan, amilyen. Úgy gondolom, összességében mi profitálunk egy világváros közelségéből. Auch nicht ohne München. Ja? Also ich denke, man kann profitieren von München und man muss keine Angst haben. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Germeringben két gimnázium, több középiskola, általános iskola is működik. A városkának több temploma is van. Két S-Bahn megállóból fél óra alatt kényelmesen be lehet érni Münchenbe. A városháza modern tanástermében ott a stilizált amulett a falon, ami mint egy időkerék köti össze az évezredeket Germering múltja és jelene között. A város jelképét, a 7. században itt talált amulettet megnézhetjük a városháza mellett, három éve felavatott múzeumban is, ahol 7500 éves edénymaradványokkal, íjakkal, sírokkal és más tárgyi leletekkel találkozhatunk.
A városból kivezető bicikliúton pedig ott a jól megőrzött római kori égető, ahogy majd idővel Balatonfüred is láthatni szeretné a római kori szénégetőjét. Germering környéke is gazdag látnivalókban. Markus Wasmeyer, sífutó olimpiai és világbajnok, hogy megőrizze a régi bajor falut, saját több száz éves szülőházát bontatta le, és építette újra fel a Schlierzé partján. A ma is működő udvarházak eredeti úgynevezett futókutya mintás festése, fafaragása, a házi állatok, a gyógynövénykert nem csak a fürediéknek tetszett, de kedvelt kirándulóhelye a hétvégenként népviseletbe öltözött németeknek is. A germeringi önkormányzat képviselő asszonya, aki mindvégig a fürediéket kalauzolta, Feresté Ersadi Zimmermann szerint is itt mindennapos az összejöveteleken a népviselet. Germering hat auch Tradition, dass er zwischendurch mal feiert, groß feiert, und die kommen mit Trachten, zum Beispiel Maibaumstellen, das wir erst gemacht haben. Germeringben is sok lehetőség van a hagyományok ápolására. Legutóbb a májusfa állításnál láttuk azt, hogy a germeringiek mindegyike viseletben jelent meg. Számomra azért olyan fontos ez, mint Germeringváros képviselőjének, mert akkor, ha az emberek saját viseletüket, illetve lakóhelyi viseletét hordják, akkor ott béke van az emberek között, és ez a legfontosabb a mai világban. Sie mehr Frieden und das ist wahnsinnig wichtig, dass man Menschen kommen und miteinander Gemeinsamkeit haben, dass sie zusammenkommen und da miteinander pflegen und miteinander sprechen und dann sich sehen und sich sehen lassen und die Freude darüber verbreiten. Unser erster König, der heilige Stefan, hat die Tochter von Heinrich II. Bayerherzog. Heinrich II., der war bayerischer Herzog, also dessen Tochter Gisela von Bayern geheiratet. Also unsere erste Königin war aus Bayern. A bajor-magyar kapcsolatok persze nem ma kezdődtek. Visszanyúlva az alapokhoz, idegenvezetőnknek elmagyaráztuk, hogy István király felesége, Bajor Gizella, Henrik bajor herceg lánya is e vidékről származik. De találkoztunk egy bajor fafaragóval is, aki csak nemrég adta el Zalai házát, és bizonyos szinten még mindig beszéli a magyar. A balatonfüredi küldöttség nevében dr. Bóka István köszönte meg a vendéglátást, és megerősítette azt a szándékot, hogy egyre fiatalabbak is részesei legyenek Balatonfüred és Germering között a kapcsolatnak. Nagyon szépen köszönjük a szíves vendéglátást, amivel a fürediéket részesítették. Itt vannak, akik a testvérvárosi kapcsolat megszületésénél is jelen voltak, és persze itt vannak azok a fiatalok, akiktől sokat várunk a kapcsolatok elmélyítése terén. Azt tartom fontosnak, hogy ne csak polgármesteri, testületi, intézményi szinten történjen ez az együttműködés, hanem a város minél szélesebb egységei kapcsolódjanak be ebbe az együttműködésbe, akár Germering, akár Balatonfüred részéről, mert ez a garanciája annak, hogy jól tudjunk együttműködni, és valós tartalommal tudjuk itt Európában ezt az együttműködést kitölteni. Polgármester úr is elmondta, hogy az együttműködés emberek együttműködésén alapszik. Nagyon fontos az, hogy Balatonfüreden sok-sok közösség, sok-sok közösségszervező ember tartsa fontosnak a kapcsolatot testvérvárosainkkal, mert ezzel a közösségünk gazdagodik. Rendkívül sok terepe van az együttműködésnek, legyen szó a sportról, legyen szó a kultúráról, talán valamilyen módon a gazdaságról, valamilyen módon ez is egyfajta turizmus. Tehát akinek barátai vannak a világban, az sokkal erősebb, mint akinek nincsenek. Hála Istennek, Balatonfürednek van néhány nagyon jól működő testvérvárosi kapcsolata, de ezek nem fognak működni, hogyha a városi polgárok nem érzik fontosnak a kapcsolatok állandó ápolását. Szívélyességből, baráti gesztusokból persze nem volt hiány. A germeringiek meghívták a füredi küldöttséget az egyetlen bajor whisky desztillálóba is, ahol 12 éve készítik árpából, tölgyfahordóban érlelve a bajor whiskyt. A barátságra újból kocintottunk, és nekivágtunk hazafelé a közel 700 kilométernek, abban a reményben, hogy germeringi barátainkkal mielőbb találkozunk Balatonfüreden is.